titeket az előző adásban a fegyvertáncokkal, a pásztortáncokkal ismerkedtetek össze. Van egy másik nagyon fontos eszközös tánc típus, méghozzá az ügyességi táncok. A mai adásban ezekkel fogunk összeismerkedni. Itt mellettem már a kolléga éppen cséphadaró táncot jár, és remélem, hogy én is átugrom. Kedves nézőink, tehát ezek voltak az eszközös ügyességi táncok, méghozzá Mezőföldről, a Dunántúrról. Az eszközös táncok másik, egy régebbi és nagyon fontos válfaját ismerhettétek meg az előző adásban, ugye? Amit a pásztorok, kivált a felső tiszavidéki és hortobágyi pásztorok őriztek meg, ezek a fegyvertáncok, eszközös táncok. A Dunántúlon inkább az ügyességi tánctípusok maradtak meg az eszközös táncok tekintetében. Így az imént láthattatok sudridomot, amit a zsebkendővel jártak, majd ha vége lesz a vírusnak, a maszkkal mindenki járja el. Utána volt seprűtánc, volt itt üveges tánc is, és a végén pedig Dávid barátunk egy kiváló alapi kanásztáncot járt el, ahol szintén nem küzdeni, fegyverkezni akart az eszközökkel, csak kipróbált, hogy nem esik el bennük. De nem esett el, ügyes vagy, Dávid. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, legközelebb is gyertek velünk. Thank you.